Elmaradnak a nagy tömeget vonzó rendezvények. Kijárási korlátozás lép életbe évféltől. Szinte minden nyári fesztivál elmarad. Így kezdődött minden. Azt hittük, már nem lehet rosszabb. Nagyot tévedtünk. A COVID-19 vírus mutálódott. Az új vírus neve COVIDence. Több ezer beteget regisztráltak országszerte, és megjelent egy új tünet. A tánc. Megállíthatatlan tánc. Annak érdekében, hogy minél többet tudjunk meg a vírusról, kocsiba szálltam, és felkerestem Pusztaszeri Tivadart, a pandémiák történelmi szakértőjét. Ritka betegség ugyan, de nem példátlan. A 14. és 16. század között több történelmi forrás is említi, például a németalföldi Strasbourg és Aachen városában, ahol a betegek táncolva szenvednek. Olyannyira, hogy sokszor halálozás a vége ezeknek a szenvedélyes mozdulatoknak. Hogy kezdődött neked ez az egész? Áprilisban ültem itthon, és bekapcsoltam a tévét, amikor elindult a híradó, és a híradónak a főcímére rángások kezdődtek, és elkezdtem táncolni, de nem tudtam abba hagyni, és ez a mai napig előfordul, és néha így a testem nem úgy viselkedik, ahogy kéne. Tudtak neked segíteni? Nagyon sok orvoshoz elmentem, és nem, de nem segítettek. Azt mondták, hogy menjek be a szobámba, kössem le magamat, nem tudtam lekötözni magamat, hogy tudtam volna, hogy táncolok. Mivel tudtak nekik segíteni? A történelmi források nem adnak erre érdemleges választ. Az 1518-as Strasbourgi krónika említi, hogy zenétben próbáltak lefárasztani a táncosokat, illetve vallásos szertartásokkal meggyógyítani őket, de egyiknek se volt érdemleges haszna. A városban járva egyre több fertőzöttet látunk. Találkoztunk egy kisebb sportfertőzöttel, a vírus már teljesen eluralkodott rajtuk. Nem tudják kontrollálni a testüket, és most közelebbről is megnézzük. Bocsánat, ne haragudjatok, van egy percetek. Hallottatok már a COVIDence vírusról? Nem. Ez valami rövidítés? Nem. Ez a COVID-19 új mutációja, és hogyha megnézitek, ők itt mind fertőzöttek. Hát meg én nem értem, mi ezzel a baj? Hát, hogy nem tudják abba hagyni. Ez velem is ez van néha. Mondjuk szerintem ez jobban emberbaráti, mint a 19, ezt kell, hogy mondjam. Uram, kérem, mit gondolj az egészről, hogy itt táncolnak az emberek? Nem, ne kérdezzél, jó? Kérem, vegye komolyan. Komoly vagy nem? Szerintem nem. Akkor se érdekelne, ha komoly lenne. 30 éve. Amióta én kijöttem, uram, ez nem az, amire gondolod. Uram, használhatatlan embereket képeznek. De uram, de ez nem erről van szó. Nem erről van szó. Uram, ez egy vírus. Ez egy vírus. Uram, kérem. És most fel fogok tenni pár kérdést egy fertőzöttnek. Uram, bocsánat, lenne egy percem. Bocsánat, egy kérdést szeretnék feltenni. Bocsánat, hogy érzi most magát? Bocsánat, uram. Uram, válaszoljon. Kész, rálunk, ennyi volt, rálunk, vége.